Köszöntöm reggel itt a Pax tv a kedves nézőket. Az öt perces buzdításnak üzenetnek a címe az lehet: A te hited megtör, megtartott téged. Tegnap Máté evangélium 9. részéből idéztem a foltozásról és a, a az újból régi tömlőbe való töltögetéséről szóló prédikációját, példabeszédét Jézus Krisztusnak. Ha tovább olvassuk az evangéliumnak ezt a fejezetét, azt látjuk, hogy Jézus be is mutatja egy napi történésen keresztül ezt a két igazságot. Ahogy befejezte a történetet, egy követség jön hozzá a zsinagóga fejétől, főnökétől, vezetőjétől, akinek a kislánya nagyon beteg volt, haldoklott. Jézus azt mondta, megyek, meggyógyítom őt. Elindult, Jairus háza felé. Útközben egy asszony, aki a régi tömlőnek a példája, szivárgott belőle az élet, folyt a vére, a Jairus kislánya pedig a foltozás képtelenségének a példája, hiszen eh, tudjuk, hogy meghalt közben, nem lehetett foltozni. Tehát az asszonyhoz visszatérve megérintette Jézus ruháját, és meggyógyult. Jézus ránézett, és azt mondta, asszony, a te hited megtartott, üdvözített, éppétett, teljesített téged. Ez a megtartott kifejezés a szodzó, ami épséget, teljességet jelent, és en, ez a szodzó az örök élet, az üdvösség, az épség a hit következménye. A hit sem a mi munkánk. A hitet is Isten ajándékba adja, hogy Júdásnál, vagy Péter levelében olvassuk, hogy tusakodjunk a hitér, ami egykor a szenteknek oda ajándékoztatott. Péter azt mondja, hogy egyenlő, drága hitet örököltünk, nevezetesen abban, hogy Jézus feltámad, és ez magának, Jézusnak a hitéből egy darabka abból a hitből, amely ki tudott tartani, amikor a körül mindenben cáfolták a hitét, a kereszten, fájdalmak között, amikor azok, akikkel jót tett, körbeállták, gúnyolták őt és bántalmazták őt, ezért lett ő a hit kezdője és bevégzője. Ebből a hitből ad az evangélium által nekünk is. Ez a hit viszont beránt bennünket a szövetségbe, a szodzóba, az üdvösségbe, a kiteljesedettségbe. Nem a darabokkal kell foglalkoznunk. Meggyógyult az asszony, Jézus elment Jairuszhoz, és a halott kislány feltámadt. Jézus nem toldozott, nem foldozott, új bort, új tömlőbe töltött be, és ez a mintánk. Itt van egy petpalac. Nézzék, kedves nézők, ilyen a mi életünk. Épp volt valamikor... De most uh, ilyen dirib darabos lett, megtört lett. Nem tudjuk úgy helyreállítani, belenyulunk és kinyomkodjuk a horpadásokat, nem tudjuk megfoltozni. De a hitet odaadta Jézus. És amikor a hitet megtaláljuk magunkban, azt a hitet, ami Jézus Krisztusban is volt, akkor ő közel jön, Belénk fúj, és az épség újra teljes lett. Ezt tette meg a, a vérfolyásos asszonynal, is. azt mondta, te nem azért tartottál meg, meg különösen kedves vagy, a hited miatt, a kedves néző is, a hite miatt, válhat épségé, ezért bátorítom, fedezze fel magában azt a hitet, amit egykor az evangélium létrehozott önben, és ez magával hozza ezt a fújást, ezt a teljességet. Köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót!